A Magyar Rektori Konferencia és a HÖOK közösen szervezett egy egyeztetést Vinyánszky Attilával, illetve ennek a két szervezetnek a képviselőjével, amire meghívtak engem is. Se. Ezt a csatát, mire a proféta azt mondta, hogy te, menj ki. És itt kezdődik minden, menj ki, ne azt kérdezd, hogy ki fog helyetted kiállni, hanem halld meg, hogy neked kell lépni, és akkor is tenni kell, hogyha ennek kockázata van, és akkor is tenni kell, hogyha a harc kudarcra van ítélve, mert ebben a korban kell nekünk megszólalnunk, nem a múlttal kell egyetértenünk, és nem abban kell reménykednünk, hogy jön majd valaki utánunk, valaki, aki méltó ellenfele lesz a gonosznak, és le fogja győzni, kivezesse a kiállást, a küzdelmet, az igazság melletti kiállást. Te kezd meg, és induljanak a tartományi fejedelmek ifjai, akik valóságos kockázatot vállaltak, ők magyar színészek lesznek, nem mehetnek Bécsbe, nem mehetnek Svájcba, nekik Magyarországon kell maradniuk, magyar nyelven fognak magyar színházakban szólni, és ennek a nyomorult népnek szüksége van arra, hogy legyenek bátor, okos, gyönyörűen beszélő fiatalok, akik megtanítanak bennünket sírni, hinni, örülni, és megtanítanak bennünket lelkesedni a szabadságért. Úgyhogy köszönjük, hogy vagytok, és legyetek jó színészeink!